Sziasztok, jó napot kívánok, köszöntelek benneteket, egy nagyon rövid kis próba útra megyünk, néhány percig fog tartani, viszont érdemes ezt szerintem megnézni, mert egy nagyon jó kis, szép kis autóba ültem bele, nem csak én, hanem Feri, Petti és Koncert, a kollégám is velünk van, és egy kis mellék utcába vagyunk, ahol meg fogunk állni és megnézegetjük ezt a masinát. Ugye ez egy Peugeot márkájú autó, ami egy 407-es kombi, fantasztikus, nagy, tágos csomagterű és utasterű autó, iszonyatos sok minden elfér benne, rengeteg nagyon jó extrát belekért a gazdája, amikor megrendelte a kocsit. Amúgy 2010 és 11. hóból van itt nálunk, és mint látható mindenkinél itt kollégáimnál mindenféle jó dolgokat összetudunk nektek szedni, és meg tudom mutatni. Hát először is Concerton itt van a szerviz könyve, itt látjuk, hogy 2010-11-29-én vásároltak ezt az alvás számú járművet, és hogyha belelapozunk, akkor látjuk, hogy egy nagyon rendes kis gazdája volt neki, mert hogy tökéletesen megtalálni, igen, itt van, végig Peugeot márka szervizbe hordta az autóját, innen kezdődik, 12-12-13-15, aztán tovább nézzük, 15-17-18-20, és ha tovább megyünk még egyet, akkor itt van az utolsó, ez pedig 2020-11. hó 10-ei, 139 000 kilométernél cseréltek benne komplet vezérlés szettet és vízpumpát, és egészen ideig Peugeot márka szervizbe hordták az autót, tehát abszolút garantált, igazolt kilométerfutású autó, és még annyira is igazolt, hogy megvan az utolsó osztrák műszaki vizsga alapja az autónak, itt látjátok 21-11. hóba, ami 7-es hónappal ezelőtt történt, akkor volt benne 146 000 kilométer, és ez egy eredeti okmány, közlekedési hatóság is, magyar is lebélyegeztem, meg az osztrák is, ugye, és van egy egyel előtte, nézzétek, 2020 10. hó 30-án, 138 000-nél volt egy még egy előző műszaki vizsgája, tehát ezt abszolút ott meg is fogja kapni majd a következő tulaj, ez egy komoly érték, tehát ez egy igazolt, garantált kilométerfutás, mert hogy ebben az autóban csak 150 293 kilométer van összességében. Ugye 407 SV, ugye ez egy kombi, 1.6 HDI prémium, hát csomó jó dolgot belekértek, és tényleg gyönyörű a kocsi, úgyhogy tényleg lehet prémium is, rengeteg jó extra van benne, megpróbáljuk itt ezt a nagyját így átnézegetni a kocsinak. Hát először is ide fölnézünk, akkor látjuk, hogy egy szuper jó kis panoráma üvegtető van itt fölöttem, gyönyörű kilátás, és ezzel a kis gombocskával lehet ugye szabályozni, több fokozatban ugye meg lehet ezt állítani, ez beárnyékolja itt a bent ülőket. Így, és akkor viszont teljesen a helyére sötétedik a tükör, eső és fényérzékelő van benne, itt előttem egy szuper jó bőrkormány van, ez állítható, ez négy irány van, állítható, le, föl, ki, be, van az autóban ugye tempomat, sebességlimiter, innen a rádiót tudjuk vezérelni, ez egy nagyon komoly jó kis rádió, jó nagy kijelzője van neki, színes, és navigációval is el van látva, illetve még Bluetooth-szal is, CD-t is tud még meghajtani, és ide az SD kártya van ugye bedugva. Amúgy szépen szól, egészségesen szól, innen is tudjátok ezt használni. Több irányból majd lehet itt hallgatni nálunk a kereskedésben. Aztán digitális automata klíma van benne, itt középen látjuk, hogy ha én ezt nyomkodom itt a gombokat, akkor a műszer falon is megjelenik itt az adat, hogy éppen mit választottam. Ugye a ventilátor fokozatot is látjátok, szépen fogy el, ahogy én ezt így tekergetem. Iszonyatos hideget fúj különben, meg is fogom mutatni, mert hogy itt van nálam ez a kis kütyüméter, ami a levegőnek a hőmérsékletét meg tudja mérni, és ezt meg is fogjuk nézni már is. Nem cigis kocsi, abszolút originál, soha életben nem volt ebbe hamu, ezzel pedig nem gyújtottak meg soha semmiféle tárgyat, amit föl lehet gyújtani. A váltója 5-ös kézi váltó, pohártartós, és ilyen szép kis bőrszoknyája van a váltónak. Két fokozatban van ugye a könyöktámasz, ide is lehet pakolászni még, és ezen kívül nagyon szép ilyen fekete felületű díszítő elemek vannak itt végig, az oldalsó részen pedig fém színű ez a díszítő elem benne. Indítsuk újra, és utána majd kiszállunk, megnézzük a motorteret is, meg itt kívülről is egy pillanatra. Leállítottam.
megjelenik a kis Peugeot-jel. Így. Indítunk egyet. És ha minden rendben, akkor ki is írja, hogy oké, rendben, menjél haza. Nyugodtan vezetheted az autót, minden oké, és nem kell semmit csinálnod, minden rendben van. Ha te kiég valami, azt is jelzi különben, bármely kizzó, akkor egy kis lámpa megjelenik ott, hogy valami nem jó. Aztán van 4 darab elektromos ablakunk, ezek működnek is, tükrök jobbra-balra ugye kezelhetőek, ilyen kis gombocskával, megy leföl oldalra minden felé, és akkor kiszállok, megnézzük kívülről befelé, szép Peugeot jel itt a küszöbön. Nézzünk, mérjünk egyet gyorsan, jön a hideg levegő iszonyatosan. -3, és nem tudom, hogy látjátok esetleg, -5-öket, meg ilyeneket tol ki magából. Eszmerte jól hűt a klímája. Gyönyörű, szép, tiszta az ülése, nincs kiülve, oldallégzsák és függönylégzsák is van benne, és állítható ugye ezzel a kis karocskával leföl. Nyissuk ki az elejét is. Itt ez a szép kis üvegfelület a tetején, tetőkorláttal, ez ilyen alumínium, és ezüst metál színű, króm díszítő létszel a közepén. Alufeln is, és jó gumik vannak rajta, ezek Michelin márkájú gumik rajta. Kötfényszóró, elől-hátul tolató szenzoros, pittyek, hogyha valami baj van előttünk is, vagy mögöttünk is. 1.6 HD, 110 lóerős. És tényleg szervizelt, az utolsó szerviz, amit látok, 2020 10.30-a. Egyszer ezt láttuk, ugye szerintem a szerviz könyve is vissza lehet lapozni a képeknél. Ugye ez a márka szervizes szerviz, amikor ugye szűrőket, olajokat cseréltek a szerkezetben. Szerintem tökéletesen jár, amúgy nagyon jó fogyasztású autó, ilyen 5 és 6 liter között van a fogyasztás egy ilyen szép nagy autónak. Ugye mondom, esőérzékelős, ugye a szélvédőnk, ugye zöld színű, és fényérzékelős is. Ha esik az eső, akkor elkezd automata fokozatnál szépen elkezdi törölni az autó a szélvédőt. Itt van a hátsó szenzorok. Kalaptartó, ugye kivettük belőle, majd szépen ide visszatesszük a helyére, ugye dönthető, középső könyöktámasz van benne, 12 voltos csatlakozó ugye bal kezünknél fönt, és itt pedig van benne egy set cserére, esetleg ha szükségünk van, akkor defekt esetén ki tudjuk ide cserélni a kereket benne. Nagyon nagy hely van a szerkentjünkben, mert hogy ugye össze tudjuk csukogatni az üléseket, föl lehet hajtani, le lehet csukni, és lehet belőle csinálni még nagyobb helyet. Szerintem feküdni is lehet benne, olyan hatalmas hely van az autóban. Tárlórekeszek itt is fölhajtható, és az pedig kinyitható. Így pedig látjátok, így néz ki ez a rólós rész. Elektromos ablakok ugye hátul is, minden működik benne, minden jól működik benne, nyugodtan el lehet jönni. Látni fogják, érzékelni fogja mindenki, hogy ez egy jó kis gép, és működik benne minden. Na, menjünk visszafelé is fel, mert szerintem mindent megnéztünk, minden működik. Itt a kompjútere, lehet nyomogatni, lehet nézegetni a fogyasztási adatokat. Elengedtek minket. Klímát lejjebb eszem, mert ebből elég volt. Nagyon, nagyon hideget fúj különben, óvatosan kell vele bánni, mert meg lehet fázni. Jó kis ringós autó, nagyon kényelmes, nagyon kis komfortos a futóműve. Szép ez a műszerfal, króm keretekkel. Üzemi hőfokon vagyunk. Sötétben nagyon szép, egy fotót csináltam, a képek között meg lehet nézni. Egy ilyen fél homályban lefotóztam a műszerfalat, ilyen narancs színű háttér. Minden ilyen szép, ilyen narancs színűbe van burkolva.
szuper a futómű, jó a fék, jó a váltó, jó a kuplung benne. Nem kell rákölteni, csak szeretgetni kell, tankolni bele valami jót, és lehet használni a kocsit. Tényleg bele lehet ülni sokan, óriási hely van benne, élmény vele kocsikázni. Azt hiszem menet stabilizátor is, ugye, az is van benne. Egy picit rájöttünk a gázra, és utoljuk a Volkswagen-es bácsit. Utol is értük. Na? És akkor megérkeztünk ide, betolattuk, és megmutattam, hogy a tolató radar ugye, hogy üzemel. Jobbra-hátra. Így, és akkor már látjuk is, hogy ott van a kis autó, és hogyha majd valamihez közelítek, mert pedig nem megpróbálom közelíteni, akkor ezt jelezni fogja ő. Van ott mögöttünk egy autó. Ajajajajaj, kirakott mindent, hogy hagyjam abba ezt az egész sztorit. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek, kiszállunk, megnézzük, hogy mikor piros az a piros. Hát, ennyi hely maradt itt. Ha valakinek esetleg még közelebb akar menni, az megteheti, bár ő szólt, hogy fejezzük be. Hát én be is fejezném, akkor gyertek be hozzánk az M3 autóparkba. Itt fogjátok megtalálni ezt a gyönyörű szép kis Peugeot Kombi 407-est a viszontlátásra.